Köszöntöm nézőinket, Kerekasztal című műsorunkat látják. Én Bence Péter vagyok, a vendégem pedig Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Üdvözlöm, polgármester úr! Jó napot kívánok! Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, és nagyon nehéz időszakon van túl az önkormányzat is, a pandémiás helyzetre gondolok. Nagyon sok rendkívüli intézkedést kellett hozni, ezek közül talán az első az intézmények bezárása volt. Furcsa időszakon vagyunk túl, ugye ilyen még nem volt, és reméljük, hogy nem is lesz majd. De valóban egy különleges időszakon vagyunk túl. Először is azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni valamennyiüknek itt Szekszárdon, akik elfogadták a kéréseinket, megfogadták a javaslatainkat, és Szekszárd abban a különleges helyzetben volt ebben az időszakban. Nem kellett külön intézkedéseket hozni, külön tiltójogszabályokat hozni helyben, mert a kéréseinkre a szekszárdi városlakók elvégezték azt a munkát, amire szükség volt ahhoz, hogy ezt a veszélyhelyzetet, pandémiát ilyen körülmények között tudjuk átvészelni. Ennek része volt természetesen az intézmények bezárása is, hiszen azt tudni kell, hogy amikor az első olyan jel pontosabban jött, hogy ez az időszak el fog következni és erre fel kell készülni, akkor Magyarországon másodikként hoztam meg azt a döntést, hogy a közülésnek a hatásköreit magamhoz vonom, hiszen erre jogszabályi felhatalmazás volt. És az első döntésünk az volt, vagy a döntésem az volt tulajdonképpen, hogy összehívtam az intézmények vezetőit, akkor még március elejét írunk, és közösen döntöttünk arról, hogy 16-ától bezárjuk az órákat, iskolákat, annak érdekében, hogy a lehetséges fertőzést vagy veszélyt kiküszöböljük. Azt kell mondjam, hogy példaértékűen viselkedtek az intézmények is, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó együttműködés van a szülők és az intézmények között, hiszen ez a döntés az egy vasárnapi napon született meg, de már hétfőtől bezártuk az intézményeket, viszont az információk eljutottak ezzel a rövid idő alatt és minden családhoz, és nem volt belőle semmilyen felzódulás sem. De ezt úgy tettük, ezt az intézményi bezárást egyébként például, hogy a gyermekfelügyeletre a lehetőséget minden intézményben biztosítottuk, és a gyermeki étkeztetését is meg tudtuk oldani az első körben úgy, hogy egyes gyűjtő intézményekben kellett elhozni az ételek, vagy gyűjtő intézményekből kellett elhozni az ételeket, utána pedig mindenhol a helyszínen biztosítottuk az étkezést. Csak érdekességként mondom, hogy gyermek étkeztetésben ebben a két hónapban 14 ezer oda a kiszállítása történt meg. Szociális ellátás tekintetében, az idősek ellátása tekintetében viszont 20.700 adagétel kiszállítása történt meg, és a gyermekek mellett az egyik legfontosabb az volt, hogy a leginkább veszélynek kitett korosztálynak a fertőzés veszélyét lecsökkentsük, ez az idősek korosztály. Ennek érdekében például azonnal lezártuk a nappali ellátó intézményeket, a bentlakásosoknál pedig áttértünk arra, hogy folyamatosan mértük a bentlakók hőjét, folyamatosan szépen állítottuk a látogatást, nem lehetett már látogatni, és ezzel azt értük el, hogy tulajdonképpen Szekszárdon, az idősek otthonában és az idősebb korosztályban nem jelent meg a fertőzés, idősebb korosztály lakó övezeteiben, tulajdonképpen lakó otthonaiban nem jelent meg a fertőzés. Ez egy nagyon szigorú ellenőrzés kellett, hogy jelentsen, ebben valamennyi szociális ellátásban dolgozó részt vett, és köszönöm is, hogy folyamatosan figyeltek arra, hogy az időseknek a megfelelő ellátás biztosítva legyen úgy, hogy a védelmük is meg legyen szervezve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az alapegészségügyi ellátás, a szociális ellátás területén dolgozók valamennyien példaértékűen dolgoztak ebben a két hónapban. Szakmájuk legjobbát nyújtották. Ez ilyenkor megmutatja azt, hogy mennyire jól működik egy rendszer, hogy meg békeidőben, mennyire tudunk rájuk számítani, azt kell, hogy mondjam, nagyon jól vizsgázott a rendszer, úgyhogy köszönöm a kollégáknak is azt a munkát, amelyet kifejtettek annak érdekében, hogy az idősek számára az ellátást, szolgáltatásokat, bevásárlás, csekkbefizetés, ételek kiszállítása biztosítsuk. Tettük mindezt úgy egyébként a gyermeki idősek mellett még a karanténról is érdemes beszélni, hogy 160 fő vett részt a karanténban Szekszárdon, számukra is azt az ellátást, hogy ne kelljen kijönni otthonról, bevásárolni csekket, befizetni, vagy éppen gyógyszert kiváltani, ezt is meg tudtuk szervezni. Ez pedig az önkéntes rendszer igénybevételével valósult. Meg 44 önkéntes jelentkező volt, közel 40-nel volt szerződésünk, és az ő segítségüket tudtuk ellátni egyébként jó részt az időseket és a karanténban lévőket is. Úgyhogy szeretném külön megköszönni az önkénteseknek azt, hogy részt vettek ebben a munkában.
Ha most így végignéztük ezt a palettát, azt látjuk, hogy nagyon széles kört érintett, mármint munka oldaláról, és nagyon széles körű összefogást jelentett a városban ez a fajta különleges időszak és ennek az átfészelése. És ebben az időszakban azért nem csak a magánszemélyek, önkéntesek segítették a város, hanem a vállalkozók is. Úgyhogy azt is szeretném megköszönni, hogy például a TAL Kft. Felajánlotta a call centerét annak érdekében, hogy a folyamatos hívásokat tudjuk fogadni és tudjuk rájékoztatni a szexárdiakat, vagy éppen az Ajszkabó Kft., aki egy nagyobb pénzösszeggel támogatta a védekezés elleni küzdelmet. Kisebb felajánlások is voltak az országzászló stúdió, például maszkot ajánlott fel. Tehát tényleg igazából megmozgatott mindenkit. Ugye két autót kaptunk az ételek kiszállításához két vakkereskedőtől. Üzemanyaggal való ellátásukat a Korrekt Kút szexuális vállalkozás szintén biztosította, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, hogy ebben az időszakban ennyire város mellé tudott állni. Én tudom azt, hogy akik nyilván támogattak bennünket, meg mások is, mennyi mindent tettek, eddig is számíthatunk rájuk, ők is tudnak számítani a városra, minden nap fogunk tenni annak érdekében, hogy jövőben is itt maradjanak a városban, itt dolgoznak, itt fejlesztenek, és ehhez a város minden segítséget meg fog adni. Egyébként a hivatalra is nagyon büszke vagyok, hiszen jegyzőasszony vezetésével 10 munkacsoport jött létre, a legfontosabb ebből talán a kommunikációs munkacsoport, amelyet a kabinetfőnökön vezetett, és nagyon fontos volt az, hogy a kommunikáció oda-vissza folyamatos legyen, hiszen a döntésekről, a javaslatokról, a kérésekről folyamatosan kell tájékoztatni minden platformon az érintetteket. Így a sajtó munkatársaink keresztül, és ebben nagy szerepe volt a televíziónak, rádiónak, újságoknak. Ez a fajta tájékoztatás folyamatosan megvolt. Ennek köszönhető az is, én azt gondolom, hogy nem volt semmi különleges helyzet a speciális helyzeten kívül, amire vonatkozóan intézkedés kellett volna tenni, hiszen azok a javaslatok, kérések, amik a sajton keresztül eljutottak a lakosság, azok meghallgatásra találtak, és tulajdonképpen ennek megfelelően érte mindenki a hétköznapjait és az életét, úgyhogy le a kalappal. Mondom azért, mert nem kellett tiltanunk, egyszerűen kéréseket kellett megfogalmazni, senkinek nem korlátoztuk a szabadságát vagy bármiét. Ez nehéz döntés volt az elején, de azt gondolom meg kellett hozni annak érdekében, hogy jól működjön a város, és mindig kevésbé érezzék meg a körülményekhez képest a városlakók ennek a helyzetnek a súlyosságát, vagy éppen nehézségeit. És ha már erről beszélünk, egy fontos kérdés volt még a piac kérdése. Egy olyan megoldást választott a város, és választottam én, amely azt gondolom, hogy az országban talán egyedüli megoldás volt. Amikor döntöttünk arról, hogy be kell zárnunk a piacot, ugye egy speciális helyzetben van a szexuális piac, hiszen egy zárt, félig zárt térben van. Senki nem tudta azt garantálni, hogy itt esetleg kisebb csoportok ne képződjenek meg. Ezért tulajdonképpen azt a döntést hoztam, hogy a piacot úgy járjuk be, hogy az árusok számára a város különböző területein az árusítás lehetőségét biztosítjuk. Tehát, hogyha valaki a kedvenc árusához szeretne elmenni, azt megteheti, csak éppen nem a piacon, hanem kint a város más területein. Ebből a szempontból most eltekintettünk városképi szempontoktól, meg ilyenektől. A közterület használati engedélyeket soron kívül gyorsan ki tudtuk adni az árusoknak. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag döccenés nélkül át tudott menni ez az intézkedés, most már visszaállt a régi kerékvágásra minden. Egyébként, ahogy sejtettük is, az első piaci napon már 15-20 fős csoportok képződtek, akik beszélgettek, régen találkoztak egymással. Én ettől tartottam, amikor a döntést meg kellett hozni. Sokan nem értették az elején, de aztán a végén az Agrárminisztérium is elismerően nyilatkozott arról a megoldásról, amelyet Szekszárd ebben a kérdésben alkalmazott. Úgyhogy nagyon röviden, akkor ennyi a pandémiás időszakról. Most úgy tűnik, hogy egyelőre a járványnak vége, és közben a nyár is beköszöntött. A helyek már nagyon várják a strand nyitását. Hogy áll a medence felújítása, illetve hát az előkészítő munka? Igen, tulajdonképpen a pandémiás időszak azért elvitte a fő hangsúlyokat, de mellette a város működtetni kellett, fejleszteni kellett, és ebben a kérdésben egy fontos szempont volt a strandnak a megnyitása, hiszen most nem jó az időjárás, de reméljük, hogy nyáron még azért lesznek jó napok és meleg napok. Minden egyes nyitás előtt egyébként egy kisebb-nagyobb karbantartást el kellett végezni annak érdekében, hogy ki tudjunk nyitni. Most az idén sem történt másképp. Tragédiát kiabáltak néhányan, de hát 5,5 millió forint ráköltésével olyan állapotba lehetett hozni a strandot, hogy ki tudjon nyitni 7. hó 1-én. Ez volt a kérésem. Júniusban gyakorlatilag lefolytattuk az eljárást, megtörtént a javítás a medencéknek,
és megtörtént a vízmintavétel is. Tehát 7. első évet gyakorlatilag a stand ki tudott nyitni. Egy kis idő eltolódás nyilván van, mert általában májusban szoktunk kinyitni, de hát a körülmények se voltak egyszerűek és mindennaposak, hétköznapiak, úgyhogy ennek megfelelően egy hónap csúszással, de a stand ki tudott nyitni, várjuk a látogatókat, reméljük jó idő lesz. Minden szolgáltatás, ami eddig volt, az továbbra is elérhető lesz. Az idei esztendőben egy kicsit az uszoraépítés miatt bizonyos részét le kellett zárni a sornak, ez kis kellemetlenséggel jár, de hát a fejlesztések és a fejlődés a város érdekében mindig kisebb-nagyobb lemondásokkal jár mindenki részéről. Én remélem, hogy az a látogatottság, ami az elmúlt években jellemezte a szexuális rangot, az idő is meg fog jelenni, ez pedig azt jelenti, hogy ilyen 50-60 ezer látogatóra azért számítunk. És én azt gondolom, hogy a strand és annak a fejlesztései, hiszen itt szeretnénk az úszoda mellett még a rekreációs központot is megépíteni, ez kiválóan alkalmas ezekre a szolgáltatásokra, megfelelő parkoló kapacitással rendelkezik. Ugye felvetődött annak a lehetősége az ellenzék részéről, hogy a régi úszodáin egy élményfürdőt alakítanának ki. Én emlékszem arra, hogy ott a Toldi utcában, például, hogy csak egy szempontot nézzünk, nincs elegendő parkolóhely. Amikor jó idő van, tudni kell, hogy 2000 fő látogat ki a strandra. 2000 fő pedig kb. 3-400 autót jelent. Most el lehet képzelni, hogy a Toldi utcában mondjuk 3-400 autónak a parkolását, meg egyáltalán közlekedését. Ha arról beszélünk, hogy meg kell kérdezni a lakosságot mindenféle üggyel kapcsolatban, akkor először az üggyel kapcsolatban is meg kellene kérdezni, hogy nekik mi erről az egészről a véleményük. Mielőtt bármit tennénk, bármennyi pénzt ölnénk bele, ráadásul még azt sem látjuk, hogy egyébként ennek a forrása mi lenne, mert nekünk szerződésünk van tulajdonképpen a strandra, úszodára, élményfürdőre, erre a források rendelkezésre állnak, ennek a megváltoztatása a magyar kormánynak a hozzájárulásával lehetséges csak. Beszéljünk még a fejlesztésekről, mert hogy van miről, az ipari park 2 milliárdos beruházás van tervben. Hát tulajdonképpen igen, ahogy mondtam, ugye a város működése mellett fejlesztések is fontosak voltak. Még annyit hadd mondjak a pandémiával kapcsolatban, hogy azt az elvet vallottam, hogy ugyan nem volt erre vonatkozóan törvényi kötelezettségem, de én a bizottságok javaslatait meghallgattam, és azért hoztam meg a döntéseket. Nyilván voltak olyan döntések, amit meg kellett hoznom, mert mondjuk ellentétesen mondtak ugyanabban a kérdésben véleményt a különböző bizottságok, de ennek ellenére dönteni kellett. Az első ilyen volt például a költségvetés. Tehát, hogyha nem lett volna költségvetés, akkor nem tudunk neki menni ennek a veszélyhelyzetnek sem, mert nem lett volna forrás arra, hogy mondjuk esetlegesen védőfelszerelést szerezzünk be. De a pandémia alatt folytatottak a fejlesztések, több minden történt. Ugye az alapegészségügyi ellátásnak a fejlesztése is folyt tovább. Ez nem egy mostani kezdeményezés, hiszen már 4 éve elkezdtük az orvosi rendelők felújítását, újraképítését annak érdekében, hogy az alapegészségügyi ellátásnak a színvonalát 21. századi színvonalra emeljük fel, és a szexuáliak számára a lehető legjobb ellátást és szolgáltatást biztosítsuk. Valóban emellett a gazdaság fejlesztés is fontos kérdés szexuáliakban is, mint ahogy az ország más pontjain, hiszen a veszélyhelyzet az tulajdonképpen a legnagyobb károkat a gazdaságban fogja okozni. Ennek mérséklésének ügyében az önkormányzat meghozta azt a döntést, hogy az ipari parkjában, a saját ipari parkjában fejlesztéseket hajt végre, infrastruktúra, útjárdaépítés, közvilágítás fejlesztés, légkábeleknek az eltüntetése, és ami talán fontosabb, egy nagy csarnok építése történne meg, és a téglából épült csarnokoknak a felújítása. Ez összesen 4,3 hektárnyi épületet jelent, és 2400 négyzetméter ebből az új építésű csarnok, ahova majd a szexuális vállalkozásokat fogjuk várni. Ez összességében 2 milliárd forintba kerül a városnak, de én azt gondolom, jövő szempontjában egy fontos fejlesztés és fontos lépés kell, hogy legyen meg lesz is. Nagyon komoly úthálózatfejlesztés is tervben van, 5 milliárd forintról beszélünk, mi tud ebből megvalósulni? Igen, csak ugye a nagyságrendeket érzékeltessem, a városnak az éves működése az kb. 7 milliárd forint. Ehhez képest ugye, hogyha az 5 milliárdot összeadjuk az ipari parkkal, akkor ki is jön ez az összeg. Ebből az 5 milliárdból, ami régi topos pályázat, és ehhez a miniszterelnökségnek a kiegészítő támogatására volt szükség, ebből például a Mátyás Király utca megnyitása történne, meg körforgalmak épülnének, például az Eszkonnál az régi igény, és amit talán legnagyobb része ennek a projektnek a Keselyűsút teljes felújítása ki a Keselyűsig, és mellette egy kerékpárúti építése, tehát jelentős infrastruktúra fejlesztést kezdünk meg, ami részben be is fog fejeződni, részben csak megkezdődik, hiszen például az elkerülő útnak a tervezése történik meg, és a két végpontnak a kialakítása körforgalmakkal.
Szeretném előre jelezni, hogy az elkerülő út az nem ér véget a Zobbi körforgalomnál, egy második ütemben majd a város déli részére fog kiérni, hiszen akkor lesz értelme, hogy teljes egészében ki lehessen kerülni a várost. Ezek a fejlesztések és az ipari park összesen 7 milliárd forint értékben kifejezetten a város jövője érdekében megvalósuló fejlesztések. Ezzel szeretnénk ide vonzani a befektetőket, a szekszárdiak számára biztonságos közlekedést megoldani. Például a Kesélyűsi úton sokan kerékpároznak ma is, most akkor a feltételeket mi ehhez megteremtjük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az élet nem állt meg természetesen. Ezeket a közülés hozta volna meg ezeket a döntéseket, de hát annak érdekében, hogy haladjanak előre a folyamatok, hiszen tudni kell, hogy a topos pályázatok uniós pénz felhasználásával történnek, és az uniós pénzeket 2020-ig, ugye addig tart a pénzügyi időszak, lehet felhasználni tulajdonképpen, mert átmenetileg ugye ez 2022-re tolódik, de akkor is, ha most kezdenénk el még gondolkodni ez, hogy mit szeretnénk megvalósítani, akkor ezekből semmi nem valósulna meg, sem az iparvágból, sem az útfejlesztésekből, sem az egészségügyi ellátásnak a fejlesztéséből. Zöldváros kapcsán az ilyen szekszárd frakció részéről felmerült Zöldváros projekt kapcsán, hogy parkolóházat kellene építeni az egykori fűtőmű helyére, ez viszont az eredeti tervekben nem szerepel. Hát a Zöldváros projektről annyit, hogy kb. 3 éve foglalkozunk vele, több lakossági fórumot is tartottunk, igyekeztünk, azon kívül, hogy bevontuk a lakosságot, igyekeztünk figyelembe venni a véleményüket is. Ennek megfelelően alakult ki egyfajta koncepció. Az első koncepció az tulajdonképpen jó nagy területet érintett volna a belvárosban, de hát a kereteink még korlátosak, ugye 1,2 milliárd forint van erre az egész projektre, ezért egy kicsit mi is szerettünk volna parkolóházat például a Gemenc álló mellett, ezért vissza kellett lépni bizonyos projektelemekből. Most kialakult egy központi mag, tulajdonképpen amely a parkolóhelyek számát növelte volna, a zöld területek számát növelte volna, a Luther tér, vagy éppen a Prometheus Park, vagy éppen a 160-as előtti betonnak a újragondolásával. Most ehhez képest szinte annulálták ezt az elképzelést, és újra gondolják az egészet. 1,2 milliárd forint, miközben az a parkolóház, amelyet elképzelnek és szeretnének, nem tudom, hogy a lakosság mit szól hozzá egyébként, mert ugye a helyszín is fontos, a Spár melletti parkolóként használt múlvás területre épülne meg, körülbelül amennyit el szeretnének helyezni a útot, 5 szint, vagy inkább 6 szint megépítése várna szükségesét. Tehát el lehet képzelni, hogy a 160-ason belül, vagy 160-asban lakók majd hogy fogják ezt kezelni, mikor velük egy szinten mondjuk autók püfögnek reggel, mondjuk éppen vasárnap, úgyhogy ez tényleg itt meg kell kérdezni a lakosságot, de ahogy mondom, ez körülbelül 1 milliárd forint az őbecsésük szerint, tehát tulajdonképpen a Zöldváros projekt erre az egy elemre kerülne felhasználásra, de miután ez nem volt benne az eredeti elképzelésekben, ehhez is szerződés módosításra lenne szükség a kormánnyal, meg az Európai Unióval is. Az alapkoncepció egyébként az minden top fejlesztés illetően, hogy az irányíthatóság nem járul hozzá a különböző projekteknek a más helyszínen való megvalósulásához, mert már nincs arra idő, hogy a megfelelő tervezés, a pénzügyi biztosítás, elszámolás, megépítés megvalósuljon, és az egész projektet le tudjuk zárni 2022. december 31-ig. Ezért tulajdonképpen a most meglévő elképzeléseket kellene végigvinni. A parkolóháza projekten belül mi az, amit veszélyeztetne, ha tényleg ilyen költségekkel kell számolni? Hát tulajdonképpen mindent. Tehát a Luther térnek a zöld parkát történő átépítése, vagy zöld területé történő átépítése, a 160-as mozi közötti betonrengeteg megszüntetése és parkosítása, zöld felülettel való ellátása, és tulajdonképpen ugye a kb. 100 új parkolóhelynek a kialakítását tervezzük, annak a megvalósulását is veszélyezteti. Nem csak a parkolóház érdekes, egyébként a sörkert elképzelés is van. Egy kicsit az már régi módi szerintem. A koncepciót nem mindenki értette meg, hogy egy zöldváros koncepció mit jelent. Én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy a belvárosnak azt a részét, amit sokan használnak, akár rendezvényeken, akár a hétköznapokban, azt megfelelő zöld felülettel kell lecserélni, megfelelő növényzettel kell lecserélni, és olyan funkciókat kitalálni, hogy a kisgyerekektől az idősebbekig mindenki találjon kikapcsolási lehetőséget. Hiszen rengeteg játszótelet terveztünk volna ide, idősebbeknek pihenőparkokat, most tulajdonképpen ezek kerültek veszélybe, hogy szűnnének meg, mert nem lehet megvalósítani majd ezeket az elképzeléseket. Említett a játszótereket, a Generációk Park egy nagyon különleges játszótér, ugye a Barátság utcában tervezik, sőt már folyik is a munka. Mit lehet erről tudni?
így igaz, tulajdonképpen ez egy különleges játszótér lesz az óvodáskorútól, bölcsődéskorútól, egészen annomáig mindenkinek biztosítunk játék lehetőséget, vagy kikapcsolási lehetőséget. A vizes blokkok elhelyezése is meg fog történni, de egy komplett új játszótér lesz. Tulajdonképpen ilyen az energiaparkban van valami hasonló, de már sokkal modernebb lesz. Ez egy olyan, amit a lakosság körében többször is megkérdeztünk. Itt is én személyesen is voltam kint háromszor lakossági fórumon. Olyan szinten a helyiek véleményére voltunk kíváncsiak, hogy még a játékok kiválasztásában is az ő javaslatukat kértük ki. Attól tartottak, hogy a megnövekedő gépkocsi forgalom esetlegesen zavarja az ott lakókat. Ennek kezelésére 26 új parkoló kialakítására fogunk vállalkozni. Ennek az engedélyei már rendben vannak, az építési engedélyei már rendben vannak. Szintén ennek az elhelyezése az ott lakók kérésének megfelelően fog majd történni. Most már itt zajlik a kivitelezés, ez szerintem Szekszárnak egy új színfoltja lesz, és egy új kikapcsolási lehetőséget jelent a családok számára. Ami azért is újdonság, mert tulajdonképpen egy olyan központi épület lesz az egész parkban, ahol a kisgyerekek számára a kézmosás lehetőségét, akár a mosdó használat lehetőségét tudjuk biztosítani, és hogyha ez beválik, akkor ezt a koncepciót a másik játszóterekre is szeretnénk átvinni, hiszen a szülők részéről gyakori igény az, hogy ha lemennek játszani, akkor nekem mondjuk főleg a másik végéről jönnek a városok, nekem hazamenni mondjuk egy kézmosás erejéig, illetve most ebben a vírus helyzetben pedig különösen fontos a higiénés és feltételek megteremtése. Ezért ennek a generációparki fejlesztésnek a folyamányaként mondjuk az energiaparkban is meg fogunk valósítani egy ilyen vizes blokkos elhelyezést majd. Én biztos vagyok benne, hogy ezt a fejlesztést is nagyon sokan várják, ugyanúgy, mint ahogy a többit. Polgármesterről az időnk lejárt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. A nézőinktől pedig elköszönök, köszönöm, hogy minket néztek, viszontlátásra!